Sziasztok! Van egy különleges háromdimenziós rajztechnika, amit fésztollal lehet megvalósítani. Szerintem már ti is láttatok azokat a videókat a neten, amikor kezet rajzolnak ezzel a technikával. Én most arra gondoltam, hogy egy más mintát, sőt, egy kicsit bonyolultabb dolgot mutatok meg, hogy ez hogy működik. Feliratot fogunk készíteni. Nézzétek meg videómat, és ti is el tudjátok azután majd készíteni a saját háromdimenziós feliratotokat. Írjátok meg nekem kommentben, hogy mit írtatok le, és az lenne a legjobb, ha elküldenétek a képet Instagramon, az én inspirációm a hashtaggel, ha jelölitek, vagy bekukacoljátok a nevemet, Csorba Anita, akkor mindenképpen látni fogom, és akkor megnézem, nagyon fogok neki örülni. Vágjunk bele! Először találd ki a feliratodat, utána pedig meg kell tervezned, hogy hogyan fog elhelyezkedni a lapon. Különböző betűtípusokat is használhatsz, ehhez segítségedre lehet egy egyszerű Word szerkesztő program, abban rengetegféle betűtípus közül válogathatsz. Én azt találtam ki, hogy mi mást is, szép kreatív napot, ezt írom fel majd a papíromra. A szép meg a napot, az kicsi betűkkel lesz írva, a kreatív pedig nagy nyomtatottal. Nem használtam most betűsablont, hanem egyszerűen a saját szabadkézi betűtípusomat alkalmaztam. Amikor kitaláltátok, akkor húzatok vonalzóval egyenes vonalakat a papíron, és ebbe szépen ceruzával, vékonyan, halványan vázoljátok föl a feliratot. Az a lényeg, hogy vastagsága is legyen a betűnek, és a vastagságát azt azért jól kontúrozzátok körül, hogy amikor húzzátok majd a fésztollal a vonalakat, akkor majd könnyen megtalálhassátok, hogy hol kezdődik pontosan, meg hol végződik. Most pedig kezdődhetett a fésztollal való vonal húzogatás. Én egyszerű mezei gyerekfésztollakat használtam különböző színekben, a színek sorrendjét viszont rögzítettem, tehát pontosan ugyanazok kerültek mindig egymás után. Ezt úgy csináltam, hogy amikor húztam már egy egyenes vonalat, akkor átraktam a másik oldalra, és így tovább a többivel. Majd visszahelyeztem, és akkor kezdődhetett előről az egész. Amikor még nem kezdődik el a minta, akkor egyszerűen egyenes vonalat húz a papír egyik szélétől a másikig. És amikor a mintához érsz, akkor ott egy nagyon enyhe ívet kell adjál a vonalnak, a minta elejétől addig, ahol a minta végződik, utána pedig, amikor nincs minta, akkor megint egyenes vonalat kell húzzál. Ezt a szisztémát kell folytassad az elejétől a végéig, ahol van minta, ott ívet húzol, ahol nincs, ott pedig egyenesen. Ilyen egyszerű ez a szisztéma, ez fogja kiadni a háromdimenziós betűidet, illetve ha rajzot csinálsz, akkor pedig azt. Remélem tetszett a videóm, bátorítalak titeket arra, hogy vágjatok bele saját egyedi feliratotok elkészítésébe. Ha először szeretnétek egyszerűbb dologgal próbálkozni, akkor kipróbálhatjátok a kéz formát körülrajzolva ezt a technikát, vagy pedig akár bármilyen egyéb egyszerű mintát is, szívformát, négyzetformát, bármilyen háromszöget, lehet gyakorolni, utána pedig bele lehet vágni a feliratba. Ha tetszett a videóm, akkor lájkoljátok, és írjátok meg, hogyha van valami kérésetek, szívesen teljesítek valami olyan kérést, hogy megmutatok egy olyan ötletet, amit még nem láttatok videón. Legközelebb is találkozunk, sziasztok, szép kreatív napot!